Uy. Más me lleva a ver si. As me, about who that? No, COVID there. Csak megrántotta. Oldalról fogta két szem pufival rajta. Nem elég erős a nyeletőfék. Megint ott van. Nem elég erősen van beállítva a nyeletőfék, majd húzok rajta. És nem akad neki a horog. Sok kritikát kaptam már azért is, hogy laza fékkel horgászok. Hát persze, mert hogyha az ember ne adj Isten nem figyel, vagy valami, elfelejti a nyeletőféket állítani. Egy ilyen rántással már ki is kapta a botot. Csónakból. Az biztos. Ugye én nem feltétlenül használtam nyeletőféket soha, hanem figyeltem a botot, aztán, hogyha kapás volt, akkor megpróbáltam megfogni. Mióta ez az okumák vannak, azóta használom a nyeletőféket. Jó. Hogy mi a helyzet ezzel is. Képes behúzni az akadóba. Levette a pufit. És másfajta horgot raktam föl, hát valamivel vastagabb húsú. De legalább olyan hegyes, mint a kis gamák. Sűrűző horog. Ilyen van. És akkor erre, mivel vastagabb húsú, hogy jobban kiemelje. Teszek kettőt. Így. Teljesen ki. Teszem a horog hegyét. Szemben lekövetem, hogy ne csavarodjon föl a pufi golyó. Aztán egy nagy tudomány. Szerintem a lényeg az, hogy van benne. Hát nem csak ez, hanem bármilyen liftező. Robbantott. Ó, ez. Az az igazság, hogy olcsóbb kategóriás. De legalább olyan jó, mint a másik. Még lehet, hogy jobb. A kolléga van ott előttem. Hi! Bocsánat. Az ő szempontja az, hogy hűvöset találjon. Hűvösbe horgászik. Most nincs benne a harmadik bot. Itt van hátul. Az ő szempontja az, hogy hűvöset találjon. Jobban bírom a napot, még fiatalabb vagyok kicsivel. Hát ő a, akitől nagyon sokat tanultam. Lestem el, kérdezgettem. Néha szűkszavú válaszokat kaptam, néha bővebbeket. Aztán... Na remélem karika. Már egy van, ilyen kiló körüli. Hajlíts le, haver! Ezt az érzékeny botot le kell hajlítani egy 20 dekás karikának is.
Ez a bal oldali bot olyan érzékeny, hogy kecsegézni is jó, de olyan erős, hogy 16 kilós harcsát is fogtam már bele. Hát ugye olyasmi, mint a régi klasszikus üvegbotok. Csak most másképp hívják. Na, amit bekaphattam már. Valami kaparja a torkomat. Nyilván ez a bal oldalin már úgy húzgálja, mintha rajta lenne a bagoly, úgyhogy majd meg is nézzük. Az lesz pedig bagoly. Nem nagyon szeretem bagolyt. Hát persze, hogy bagoly. Aj! Maradj! Épp ahogy fogta. Karika kellene. Ezeket nem... Nem szeretem. Meg hagy éljen. Lehet mindent elvinni. Az etetőanyag valami piros, nem tudom mi, anyámtól örököltem. Abba tettem ezt a robbantottat, meg a cuk TTX-et. Így. És akkor... Ú, de meg szék nem kényelmes.